Ebben az esztendőben a Hímerház díszterme adott otthont nemzeti imánk a himnusz születésnapján megrendezendő Magyar Kultúra napi ünnepségnek. Az esten a hagyományokhoz hűen átadták a Prokultúra díjat. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy régióközpontként a város kulturális élete meghatározó, és kifejezte meggyőződését, hogy a kulturális intézmények és a civil szervezetek együttműködése töretlen. A nemzeti imádságunkra születésnapján és méghozzá kerek születésnapján emlékezhetünk, de ez az esztendő, ez Petőfi Sándor egy kerek évfordulója ráemlékezés, azt hiszem egy nagyon fontos pillanata, és most pedig egy kerek évfordulót, születésnapot ünneplő közösséget, egy székesfehérvári alkotóközösséget is ünneplünk, és neki átadjuk a Prokultúra díjat, azoknak is, akik ennek a közösségnek tagjai voltak. A rangos elismerést a Székesfehérvári Művészek Társaságának elnöke, Végvári Beatrix vehette át, aki művésztársaival együtt alkotó munkájukkal sokat tettek a város kulturális arculatának alakításáért. A Magyar Kultúra napjának ünnepe fontos mindannyiunknak. Az Egyesület ugye éppen elmúlt 30 éves, egy nagyon lelkes, összetartó és hát baráti kapcsolatokat ápoló társaságról van szó, akinek nagy doányai vannak lelkes fiatalok, és ez a 30 év nekem inkább egy új nyitány. Idén Szikora János a teátrum igazgatója rendezésében a himnusz születésnapjára emlékezve a Vörösmarty Színház művészei, az Alba Régia Szimfonikus Kamara Együttese nemzeti imánk mellett Petőfi Sándor és Madách Imre évfordulóját is köszöntötték. Szeretnék a közönség figyelmét felhívni arra, hogy a mai január 22-e az egy egészen különleges pillanat. Különleges pillanat a magyar történelemben is, mert 200 évvel ezelőtt valami olyasmi történt 1823. januárjában, ami évszázadokra meghatározta a magyar kultúra menetét. Gondoljunk bele, január 1-én megszületik Petőfi Sándor, január 20-án megszületik Madách Imre, és január 22-én Kölcsey befejezi a himnuszt. Az est megerősítést jelentett a díjazottakon túl mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi eseményt, hogy Székesfehérvár továbbra is a kultúra városa, ahol a művészet meg annyi képviselője talál otthonra.